A műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az előző rész tartalmából. Károly a biztonsági kamera felvételén látja, hogy egy sötét alak egy hajcsat segítségével tönkreteszi az elosztót, ezzel áramszünetet okozva a gyárban. Ázott mocskos ruhában belép a gyárba Károly ex-felesége, Vasat Tamara. Hello! Az epizód váratlan téridőugrásokat eredményezhet, ezért javasoljuk kedves nézőinknek, hogy szíjazzák be magukat a foteljükbe, de legalábbis nagyon figyeljenek. Tamara, Károly ex-felesége és mint a cégtárs tulajdonosa még ismerkedik a dolgozókkal, de már határozott elképzelései vannak a vállalat jövőjét illetően. Tamarával vagy 912 és fél napja, hogy elváltunk. De azóta is szuper a viszonyunk. Folyton azzal cukkol, hogy alig várja, hogy csődbe menjen a cég, mert tudna rá egy vevőt. Persze csak viccel. Annyira jó a humora. Jó látni a régi kollégákat, és hát rengeteg az új is. Nézem a sorozatot, és hát nagyon büszke vagyok Károlyra. Ez a nő, mint a déli bába sivatagba. Nem csak átver, de bele is dög lesz. Én nagyon bírom a kisugárzását. Olyan skorpiós. Míg Tamara a helyét keresi, Károly egy új projekttel érkezik. Jó híreim vannak! Na! Részecske gyorsítót fogunk gyártani. Egy neve elhallgatását kérő cég megbízásából részecske gyorsító tartályt fogunk gyártani. A cég előlem is elhallgatja a nevét, mert szerintem a projekt mögött a NASA áll. Én nem értem, hogy miért kell a részecskéket gyorsítani, amikor amúgy sem lassúak. Tartály az tartály, nem? Eddig pálinka volt benne, most meg ez a részecske lesz. A titokzatos cég egy részecske fizikust is küldött a tervrajzok mellé. A Svájcban élő magyar származású mérnököt, Strossmayer Hümért. Egyenlő MC négyzet. Az első magyar részecskegyorsított Sopronban készítették, de miénk Baki lesz. Van kérdés? A Hümér, az magyar név. Ez egy kiemelt fontosságú projekt, és a közelmúlt eseményei miatt a biztonsági óvintézkedéseknek is nagyobb figyelmet szentelek. Minden munkában érintett dolgozó kap egy ilyen paszt. Enélkül se ki se be a részecskegyorsítóból. Ba. Ban. Károly további biztonsági intézkedésként nyomozást indít, hogy kiderítse, ki miatt volt a rejtélyes áramszünet. Használsz hajcsatot? Csak amikor édesanyám a hajamat vágja. Szoktál áramkörökbe dugdosni ezt, azt? Hol voltál tegnapi jelenkor? Amikor az áramszünet volt. De akkor volt az áramszünet? Na hát. Majd én folytatom. Te inkább foglalkozz csak a cég vezetésével. Károly a konfrontációk elkerülése érdekében visszalép a nyomozástól, és Tamarára bízza a feladatot. Hát visszajött az áram, ennek kellene örülni, nem pedig a sötétben tapogatózni. Ahogy folyamatosan épül a részecskegyorsító, Tamara is egyre nagyobb érdeklődést mutat a különleges projekt iránt. Mint a cég egyik tulajdonosa, érdeklődni szeretnék, hogy mi történne, ha mondjuk valami vagy valaki a részecske gyorsítóban tartózkodna, amikor működésbe lép, vagy még jobb, hogyha egyszerűen rosszul lenne összeszerelve és mondjuk túlmelegedne. Mindezen hibák együttes összejátszása esetén is csupán 100 millió az egyhez, hogy világméretű katasztrófa keletkezne. De a cég azért biztosan tönkre menne? Hát az biztosan. Akkor ezt jobb elkerülni. Tamarának terve megvalósításához megfelelő alanyokra is szüksége van. Felgyorsult a világ, a részecskék, meg minden jó lenne, ha te is eldöntenéd, hogy merre húz a szíved. Bocsi, Lila, de én most ezt nem tudom követni. Akkor engem választasz?
Ha a lányok részecskék lennének, akkor szerintem a Katicát kellene választanom. Az ő részecskéjén azért tudnék mit gyorsítani. Ez komolyan, hogy állik. Épp egy ilyen helyet keresünk, hogy jön. Ahol nem találnak meg. Én a helyetekből a részecske gyorsítóba mennék, oda úgysem lehet csak úgy bejutni. Hello, NASA! This is an atomic accelerator. And in this, the shopping chamber... Komolyan mondom, úgy közlekedsz, mint egy trampli. Ezt nekem mondtad? Magadra ismertél. Olyan édesek az ilyen civakodó párok. Mi? Egy pár. Hozzá nem érlek egy ilyen gilisztához. Mi? Én vagyok a giliszta. Na mi van, magadra ismertél? Ahogy végső fázisba ér a részecskegyorsító építése, már csak a hűtőberendezést kell véglegesíteni. A hasadó anyag tartályszelepe? Az ki van zárva. Akkor zárjam? A miénk nem ilyen nyitott. A nyissam? Nehéz ellenállni egy ilyen erős kisugárzásnak. Csak én csak a kisugárzási ellenállás. Károly döbbenten tapasztalta, hogy Tamara szemérmetlen flörtbe bonyolódott Sanyival. Nem gondoltam volna Sanyiról. Tamara megszerezte a részecskegyorsító tervrajzát, és a szálakat úgy mozgatta, hogy többen áthágják a biztonsági szabályokat, ami által hibásan épült meg a részecskegyorsító. És miután megszerezte Sanyi kártyáját, a bejutás sem okoz neki gondot. Tamara! Te nem tartózkodhatsz itt... Károly képtelen volt megállítani Tamarát, így sajnos Tamara szabotázs akciójában beindított részecskegyorsító nem csak meghibásodáshoz, hanem ennek következtében egy fekete lyuk képződésével a világegyetem összeomlásához vezetett. Elnézést kérünk kedves nézőinktől az univerzum pusztulása okozta technikai hibáért és az esetlegesen bekövetkező téridő ugrásért. Az előző rész tartalmából Károly a biztonsági kamera felvételén látja, hogy egy sötét alak sövényvágó ollóval vagdossa a kapcsolótáblát. Ázott, mocskos ruhában belép a gyárba Károly ex-felesége, Vasa Tamara. Képzeld, betápláltam a Vasinába a Facebook profiljaitokat Tomival, és az jött ki, hogy statisztikailag kimagasló értékben illetek egymáshoz. Jó. Tomi olyan menő. Igen. Szevasztok, csajok. Mi a szitu? Hagyjuk. Doljuk meg Mari, mert ma le akarom hozni a 9-es szintet. Tamara folyton azzal viccel, hogy alig várja, hogy csődbe menjen a cég. Mert tudna rá egy bevőt. Annyira jó a humora. Károly ex-felesége, a Pirkadvasat Kft. Jelenlegi társtulajdonosa hosszú szünet után megjelenik az üzemben. Új megrendelésünk érkezett. Egyáltalán nem értem, hogy minek kell ez a részkecske gyorsító. Még egy szakembert is küldtek Svájcból, Hüppmeier Sükösd. De szerintem az egész mögött valahogy a NASA áll. A részkecske gyorsítókban elektronok, pozitronok, molekulák és ionok gyorsulnak fel. Elektromos feszültség, hatalmas energia, egyenlő MC négyzet. Magyarországi részkecske gyorsítók, Sopron, Debrecen és most a miénk. Baki. Van kérdés? Sükösdöt, hogy ejtik? Károly nyomozást indít, hogy kiderüljön, ki miatt volt az áramszünet. Mikor vágtál utoljára sövényt otthon? A hetediken? Hetedikén. De... Hol voltál tegnap éjjel egykor? Amikor az áramszünet volt? Akkor volt az áramszünet. Na hát... Majd én folytatom. Ja. Károly visszalép a nyomozástól, és Tamarára bízza a feladatot. Nyomozni? Már van áram, nem? Ha folyadék kerülne a részecskegyorsítóba, esetleg túlfeszültség miatt felrobbanna, mekkora az esélye, hogy itt minden tönkre megy? Ha beindítják, mielőtt elkészül, abból nagy baj lenne. Esetleg tönkre menne a cég? Meg semmisülne az univerzum. És a cég? És.
Tamarának terve megvalósításához megfelelő alanyokra is szüksége van. Lillával úgy gondoljuk, hogy minden protonhoz kell egy elektrot, ezért három választanod kell. Tisztára, mint rajta múlna az univerzum sorsa. Áron Lillát választotta, akivel Tamara javaslatára bebújtak a részecske gyorsítóba, hogy kettesben legyenek. Hi, NASA! This is an atomic... Sorry. Nem már! Szétfüstölőzött a videómat. Olyanok vagytok, mint akiknek haldoklik a kapcsolatuk. Milyenek lesznek a gyerekeitek? Én ennek biztos, hogy nem szülök. Szüljön magának, ha akar. Én se szülnék neked. Mármint, hogy nem csinálnék. Ha akarnál, se tudnál. Az izotóptartály szelepe nyitott vagy zárt legyen? Mindenre nyitott vagyok. Akkor nyitom. A kisugárzási határértéket ezt hogyan csökkentsük? Jó, a kisugárzás. Hát határérték feletti. De akkor növelem. Károly döbbenten tapasztalta, hogy Tamara szemérmetlen flörtbe bonyolódott Sükösddel. Ezt nem gondoltam volna Sükösdől. Tamara! Károly nem tudta megállítani Tamarát, így a hibásan megépített részecske gyorsító beindításakor egy fekete lyuk képződött, mely a világegyetem összeomlását okozta. Elnézést kérünk az univerzum pusztulása okozta technikai hibáért, illetve az esetleges téridőugrásért. Károly a tárgyalóba toppan, ahol már mindenki ott van. Az új profilunk nem más, mint a részecske gyorsítás. Mielőtt a vallomásodhoz érnék, feltennék pár kérdést. Kedvesem, én átveszem. Szívesen. Lilla és Katica Áronra várnak, hogy kit választ majd közülük párnak. Nem gondoltam volna Áronról, hiszen az anyja lehetne. Nekem ez most gyanús lett. Igen. Tamara! Te merre? Károly elgyávul persze. Ez lett az univerzum veszte. Elnézést kérünk a fennakadásért és az univerzum pusztulása okozta téridő ugrásért. Részecske gyorsítót fogunk gyártani. Felettét gyanús. Tamara! Elnézést az univerzum pusztulása okozta technikai hibáért, illetve az esetleges... Részecske gyorsító! Soha nem gondoltam volna Csilláról. Tamara! Hé! Elnézést a téridőugrásért. Tamara, mi van? Jaj! Ne! Elnézést a téridőugrásért. Korábbi részekbüli füzér. Károly lesi, hogy homályos alak nyestet, avagy borzott tuszkol a kapcsolótáblába, s bizbassza az áramra a csuklást. Kányolni fogunk egy porcika sürgető. Hey! De egy porcikám se kívánja. Én gyak nem értek egy csöppöt sem. Úgy tűnik a NASA babrálat dolog magad, de már itt van egy kis okos is. Mai sükke szellemér. Vagy ki a franc. A porcika sürgető futamítja a porcikákat. Honnan gyűjtöttem? Mert ugyanaz anyja valagóban szedte ide magához. Van kérdés? Szellemér az egy név, csak így. He? Na, itt már én is összezavarodom. Mari! Milyen viszonyban vagy Borzzal? Vagy Nyestel? Semmi köze hozzám. Uh-huh. Hová tévedtél tegnap éjjel, amikor a villany kimaradt? Azt csuklám, mikor a feszültség lemaradt. Akkor volt az áramcsuklás.
Hadd üljek én! Károly hagyná az ügyet, mert egy gyáva köpedelem meghunyászkodó. Az Isten fáját! Mégis csak én vagyok itt az intéző! Vagy mi? Na hiszen derék, mégse tántorodék. Most, hogy nem választottam párt magamnak, Tamara azt mondja, hogy gyerigyek be egyedül a porcika sürgetőbe, azt magammal legyek el. Károly lelkét gyűrte a látvány, amint kileste, hogy Tamara Matyival kacérkodott. Sose képzeltem volna ezt Matyiról. Tamara! Tamara sablizós ténykedése következtében elinalt porcika sürgető nem csupán kusza működéshez, hanem mindeneket pusztító sötét lighoz is vezetett. Részecske gyorsító! Hol voltál tegnap éjjel egykor? Itt az irodámban dolgoztam. Majd én folytatom. Köszönöm. Megoldom. Tamara sosem rajongott a kérdőívekért. Jobb lesz, ha szemmel tartom. Tamara! Te hova mész? A gyorsítóhoz. Honnan szerezted azt a paszt? Passz. Tamara, ezt jelentenem kell a... Azonnal le kell állítani a részecske gyorsító építését. Ellenőrzéseket végeztem, és hogyha a számításai pontosak, az univerzum egyetlen esélye, ha nem épül meg a gyorsító. Azt akarja mondani, hogyha beindítjuk, kampec az egész univerzumnak. Úgyhogy az a legjobb, ha meg se csináljuk. Igen, gondolom ezért kaptátok meg a megrendelést. Hát a dolgok nem megcsinálásában nagyon jók vagyunk. Csak érdekességképpen, valószínűleg ez az utolsó épségben maradt univerzum. Ezt jól kicentiztük, mikor csikám? Levét segítségével szinte minden kérdés megválaszolásra került, kivéve a titokzatos megrendelő kilétét. Ám az biztosan kijelenthető, hogy az egész mögött nem a NASA állt. Csiki Újrika. Mecenatúra beleszuszmákolná jeligéjét. Hogyan mén, ahogy akarod itteni? Ahogy forgatja a szarét. Csak úgy, ahogy csirifiriből fakad. Amoly. Ahogy a szelefia. No, elméne valamellik. Hadd el, komisz mind, majd következőleg. Ahogy forgatja a szarét. A következő részben. Ez a cég egy igazi túlélő. Tisztára, mint a csótányok. 2000 darab toronyúra számlapot fogunk gyártani a hónap végig. Egy kifordított kerti törpébe több logika van, mint ebbe. A keleti blokkot is fesd újra, ősnyuszi-muszim. Két hegesztővel bámultatja a seggemet, ahelyett, hogy dolgoztatná őket. Új szelek fújnak itt mostanában. Vigyázz, el ne fújjanak téged is. Na mi van, leflexel vele? Hello everybody! Remélem, hiányoztam. Néha visszamennék úgy 10 évet, s elmondanám a régi énnek, hogy még mennyi zsákutca vár rá. Szakítások, hűtlen társak, éjszakák rossz társaságban, fényképek, amiket nem néz majd ki jól. Kipróbál majd néhány dolgot, és egyáltalán nem lett boldog, de végül is ő is csak egyszer él. És látod, hogy hiába vannak a szabályok, akkor se adjuk majd a végén, aki vigyázban állva parancsa teljesít. És hányszor összedől a te világod, összeomlanak a tervek, és a nullára kell majd. Azért kicsit szedje össze magát, mert később aztán jól megbánja, hogy folyton önmagát sajnálta, úgyhogy csináljon.
esett. Néha nem látja majd a fától az erdőt, és azokra nem jut meg semmi idő, akikre a legtöbb kellett.